Szlovén népdal csendült fel a múzeum kertjében, majd Puskás Tivadar polgármester Pável Ágoston munkásságát méltatta. Szlovénia magyarországi nagykövete pedig beszélt Pável Ágoston szlovén-magyar kettős kötődésének jellegzetességeiről. Ezt követően elhelyezték az emlékezés koszorúit a nyelvész néprajzkutató költő mellszobránál. Az emlékkonferencián először Pável Ágoston lánya idézte fel emlékeit édesapjáról. Nekem gyerekkoromban a múzeum olyan volt, mint egy második otthonom. Persze azért is, mert a múzeum épületében volt a könyvtár, és apám a könyvtárban is, meg a múzeumban is egyformán otthon érezte magát, és mindegyikért felelősnek érezte magát, és mindegyiknek a gondját viselte. Pável Ágoston 1924-től egészen haláláig vezette a Város Múzeumának könyvtárát, 1928-tól a múzeum igazgatóhelyetteseként, később igazgatóként rendszerezte, gazdagította az addig áttekinthetetlen állományt. Alapjába véve ő alapította meg azokat a kutatási irányokat, és ő indította elő azokat a kutatási irányokat, amelyre a múzeum a mai napig a gyűjteményeit alapozza, és amelyre a tudományos életét is alapozza. A konferencián megemlékeztek tudományszervező tevékenységéről, néprajzi munkájáról, illetve a Vasi Szemle alapítói érdeméről is.